Sziasztok! Az idei Vlogmas második részének egy olyan videót hoztam, amit nagyon-nagyon régóta kértek tőlem, ez pedig egy hosszabb heti vlog, úgyhogy egy karácsonyi készülődős heti vlogot hoztam nektek, ez most a héten forgott ez a videó, nem tudtam hétfőn elkezdeni, mert annyira beteg voltam, úgyhogy innen az is, hogy narrációval indul ez a videó, és egy a saját TikTokomról lelopott mézes kalács készítős videóbevágással, mert egyszerűen nem volt erőm felvenni, vagy narrálni se beszélni, annyira fájt a torkom még kedden este is, mikor elkezdtem ezt a videót, úgyhogy emiatt ide bevágtam a tavalyi mézes kalács készítős videót róla, de aztán majd látni fogjátok, mindjárt visszajövünk a jelenbe, és itt már nem lesz pocakom, viszont érdekes mód ugyanebben a pulcsiban vagyok az idei mézes kalács készítésnél is, mint a tavainál, viszont már az Eliám van a kezemben, úgyhogy így kerek az egész, és segített nekem dekorálni. Vettünk ilyen kis szóró cukorkát, és akkor azzal, úgyhogy rettentően büszkén ettem ma is a reggeli kávé mellé a közösen készített mézes kalácsokat. Bénáztunk, de nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy közösen csináltuk. Itt még tényleg nagyon rosszul voltam, így estére tértem egy picit magamhoz, és itt volt az anyósom, itt aludt nálunk, úgyhogy hála Istennek, így tudtunk egy kicsit már a hét elején is hangolódni a karácsonyra. A tavalyi mézes kalácsos videót még a Samsung Galaxy S22 Ultrámmal vettem fel, viszont idéntől már megkaptam az S23 Ultrát is, mint Samsung márka nagykövet, úgyhogy rettenetesen hálás vagyok mind a telefonért, mind az egész éves együttműködésért. Nagyon jó érzés, hogy mindig egy karnyújtásnyira van ez a készülék, amivel úgy meg tudom örökíteni ezeket a szívemnek annyira fontos emlékeket, ahogyan azok tényleg voltak, és már egy-két-három hét táblatából is rettenetesen nagy élmény visszanézni ezeket a felvételeket, hát még milyen lesz majd évek múltán. Ide bevágtam csak néhány kedvencemet, ha már vlogmasz, akkor karácsonyi tematikában, amit ezzel a készülékkel készítettem idén, és tényleg nagyon hálás vagyok ezért az együttműködésért, egy olyan együttműködés, ami azt teszi lehetővé, hogy első kézből a lehető legjobb minőséget képviselve nektek hozzam a tartalmakat, és úgy örökíthetem meg ezeket az emlékeket, hogy egy nap majd úgy nézem vissza őket, mintha visszarepülhetnék az időben. Úgyhogy még egyszer, nagyon köszönöm, és folytassuk is a videót. Na, eredetileg azért van egy drága jó anyósom, hogy vigyázzon a Liamra, amíg én itt betegeskedtem, viszont már jobban vagyok, úgyhogy kihasználom ezt a lehetőséget, és kitakarítom a konyhát. Hagyomány, hogy Judit hozza nekünk Jászárok szállásról a jó kis karácsonyi kacsát. Én ezt most le fogom szépen tollazni, vagy nem tudom, csinálok vele, és konyhakészen elrakom a fagyasztóba, és levele a gond karácsonyig. Azt még nem tudom, minek raktam szirupot a kávémba, amikor úgy sem érzem. 12 órát aludtunk egyetlen egy keléssel, úgyhogy amúgy nagyon-nagyon próbál anyának segíteni, hogy ki tudja pihenni. Most egyébként az van, hogy már kapok levegőt, viszont semmilyen ízt nem érzek, és nagynéném mondta, hogy szagolja meg a hipót, ha azt se érzem, baj van, és én nem érzem azt se. És ver a víz, mint az állat. 10 nap van karácsony, annyi se, 9 nap van karácsonyig, és egy hét kimaradt a munkából, ami nagyon sok, nagyon-nagyon stresszelek, úgyhogy igazándiból körülbelül elájulnék szívem szerint, és amíg a Liam alszik, mert nagyon-nagyon ügyesen egyébként naponta rutinszerűen kétszer alszik, úgyhogy pontosan tudom, hogy mikor lesz kétszer, minimum egy, de leginkább másfél, vagy akár két órám is magamra, vagy pihenni kéne most leginkább, de az az, az időm dolgozni. Dugó van? Gyere, próbáld meg! Kapaszkodj! Mehetsz! Előre néz! Happy waiting. Kisbabám nagyon ügyesen eljátszik most egyedül, úgyhogy addig is itt van pár karácsonyi ajándék, amit be tudok csomagolni. Csak fel kell mennem a padlásra a csomagoló papírért, úgyhogy ez izgi lesz. A sunny day, but it's cold outside. It tingles in my heart.
clears my mind. I'm all for a good start. I hear those jingle bells, people singing about love. Leraktam Liamot aludni, és akkor most van az, hogy beveszek egy gyógyszert, mert nem bírom a fejfájás tovább. Ilyen migrénes feeling. Itt vannak az ajándékok becsomagolva, és halljátok, közben csomagoltam az ajándékot, ugye ideültettem magam mellé Liamot, és egy pillanatra így megtorpantam, hogy miért van itt a gyerek, amíg csomagolom az ajándékokat? Hülye vagyok? Hát az ajándékot a Jézuska hozza. Most nyilván még csak 9, majdnem 10 hónap orszalmas, még nyilván ebből nincsen gond, azért jövőre már oda kell figyelnem erre. És már most is nagyon okos a Liam, úgyhogy jobb, ha résen vagyok. Na, ez itt a setup, erre fogom mindjárt feltenni a kamerámat, mert sehol nem tudom tenni a telefonot, pedig annak egyébként jobban... Fú, de mérgesek. Kutyák mindjárt felkeltik, és felkeltették a Liamot, ezt nem hiszem el. Itt szeretnék most egy kampányt befotózni, de a lengyel Mimike felkeltette az Eliámot. Úgyhogy mehetek érte, és nem tudom befotózni ezt a kampányt most. Pedig ma kell leadnom. I'm kinda losing my shit right now. Egyébként ez az a rész, ami nem lesz rajta a fotón, ugyebár. Fogzós krémek, flamborin, algopirin, kétnapos kávésbögre, tele taknyos zsepivel. Szívem szerint csicsat, bim-bum, fú. Mia! Dobj egy puszit anyának! Nagyon jó kedvűen keltél! Ebédre az úrfi egyik kedvence lesz, baba bolonyai, és ilyen kis karácsonyi tészta. Én pedig még mindig a reggelimet próbálom elfogyasztani ebédre. Kaptam két csomagot, ellenben nem rendeltem semmit, úgyhogy ez izgi lesz. Az is azért rendeltem valamit, csak elfelejtettem amúgy, mert szoktam. Wow! No! Ezt nem hiszem el. Elike megkezdte az unboxingot, de az a lényeg, hogy a Cleaning Stuff Who nevezetű oldalnak írtam Instán egy üzenetet, hogy mikor lesz megint a The Pink Stuff csúrolószer, mert hogy szeretném megvásárolni. Mondták, hogy most nincs, de szeretnének nekem küldeni valamit. Mikor azt mondták, hogy küldenének nekem valamit, mondjuk így erre gondoltam. Egy valamire. Nem erre, úristen, nagyon szépen köszönöm! És egy hatalmas tányér baba bolonyai után még iszunk egy kis finomságot is! Mintha éreznék valamit. Mákos knédli, Szlovákiába vettem. Oké, Liam alszik, úgyhogy most nekifutok még egyszer. Jó pár órával később. Ma próbálnám befejezni a projektet, be kellett engedjem ezt a kettőt, mert elkezdtek ugatni, mind a kettő szobatiszta. Mind a kettő szobatiszta. Mi ez? Na, tegnap megcsináltam a munkát, jó későn végeztem vele. Már egy iciri-piciri kis munka marad, de az igazából kötetlen időben, úgyhogy azt tudom csinálni ugyanúgy este, mikor már Liam alszik. És mára van a WC, illetve a fürdőszoba, amit meg szeretnék így csinálni karácsony előtt. Most már nem tudok olyat csinálni így a kisbabával, a koromon. Ahogy régen csináltam, hogy ünnepek előtt felszittam magam, és két napig takarítottam, mielőtt jönnek a vendégek, mert most erre nincs már lehetőségem, de nem is baj ez. Viszont el kell csípnem azokat a kis időket, amikor tudok valamit haladni. És Liam nagyon-nagyon jól eljátszott ma reggel. Aztán rájöttem, hogy igazániból azért voltak így el ilyen szépen most már álmos. Hogy azért voltak el ilyen jól, mert a Mimike kihordta a növény alól a homokot, vagyis hát ugye a virágföldet,
és azt mütyürgették. Itt szárad a tegnap lepisílt ágytakaró, viszont ami a fürdőszobában várt engem. Kihúztam egy fiókot, amiben azt hittem, hogy teljesen rend van, mert annyi cucc volt benne, de élére rakva egymás mellett, tehát mondom, de ez patinás rend, de mégis kiselejtezem őket, hogy beférjenek az új cuccok. Ez volt az alján. Fúj! Úgyhogy abszolút delulú vagyok, ha azt hiszem, hogy bármelyik fiók tiszta és rendezett, csak azért, mert nem látom az alját. Úgyhogy most, amíg a Liam alszik, addig ennek fogok neki veselkedni? Micsoda? Hát nem kifejezetten a terv szerint alakulunk, ugyanis a kisfiúm nem annyira akar most aludni. Elaludt, megreggeliztem, megrendeltem a kifliről a beigihez a hozzávalókat, és és felkelt. Úgyhogy ugyanúgy áll a fürdőszoba szétkapva. Na, az egyik oldal kész van. Kiválogattam egy adag mosást, hogy legalább le tudjam csukni a szennyes kosarat. Figyeljetek, az egy fél win, ha le tudod csukni a szennyes kosaradat szerintem. Bár biztos, hogy nem fogom tudni ezt még kimosni. Mert itt kimosom épp az összes törcsinket, a szállítógépbe pedig a tegnap lepisílt paplan. És ha már ezt ki kellett mossam, akkor szerintem a kimosom az egész ágynemünket is. Na, csináltam egy kis teát, ilyen elpresett. Jó kis akácméz. De jó lesz. Őszintén nem tudom, hogy egyáltalán akarok-e nyilatkozni erről. Ritkán van, hogy egy háziasszonyt a sírás kerülget. Na, és spatulával megpróbáltam összenyomkodni. Egészen menthető, ha innen nézed. Ezt még mindjárt megeszem így. Erről ki mondja meg, hogy valaha szét volt repedve? Ezt meg nagy dúzogva megesszük, meg sértődött arccal ez elfogy. Ez köztünk marad. Ez csak azt tudja, aki ma itt volt nálunk. Na, ennyi fért bele ebbe a heti készülődős kis vlogmászbe, remélem, hogy tetszett nektek is, visszajöttök legközelebb is, már megvan a fák. Úgyhogy szerintem a harmadik részben azt majd feldíszítjük, és találkozunk a következő videómban, illetve köszönöm szépen a Samsungnak, hogy támogatta a mai videómat, és az egész éves közös munkát is. Találkozunk legközelebb, sziasztok!